Az Agrárminisztérium élelmiszerbiztonságért felelős államtitkára Zsigó Róbert által elrendelt nyári ellenőrzés az idei évben, a főszezonban július 1-e és augusztus 20-a között zajlik le. Az ellenőrzés sorozatnak vannak új elemei, amellett, hogy a hagyományos nyári szezonális elemek is természetesen ellenőrzésre kerülnek. Ilyenkor alapvetően inkább a vendéglátásra, tehát az idegenforgalmi helyek ellenőrzésére koncentrálunk. Természetesen nem maradnak el az előállító helyek és a kereskedelem ellenőrzése sem. De a NÉBIH és a megyei kormányhivatalok kollégái ebben az időszakban inkább a nagy tömegeket mozgató fesztiválokat, rendezvényeket és az utcai vendéglátás különböző formáit ellenőrzik. Ami pluszként került be az ellenőrzés sorozatba, de aktualitása révén valószínűleg ez egy tartó szereplője lesz ezeknek az ellenőrzéseknek. Az őstermelőjük termelői jogosultságát, illetve az általuk kereskedelmi forgalomba került termékek ellenőrzése is meg fog történni. Különösen a közutak mellett szezonálisan üzemelő zöldség és gyümölcs árusító helyeken, itt elsősorban például a görögdínyére fókuszálva végzünk majd ellenőrzéseket. Ellenőrizni fogjuk a nem rendszeresen üzemelő piacokat, a különböző nagybani piacokat. Újdonságként szerepel az akcióban a halsütődékben, halboltokban és piacokon kínált, természetes vizeinkben élő halfajokból származó termékek ellenőrzése is. Most különösen a balatoni és a velencei tó környékén található halsütődékre, halboltokra, éttermekre fogunk koncentrálni, illetőleg hát ellenőrzés második szakaszában a Duna mentén található ugyanilyen létesítményeknek az ellenőrzése is kiemelten fog megtörténni. A kiemelt termékek ezekben az esetekben a különböző természetes vizekben található élő halfajaink értékesítési lánca és értékesítési jogosultsága, például a szürke harcsáék, ezek féléké. A minden eddiginél komplexebb ellenőrzés sorozat tehát augusztus 20-áig tart, és az ország egész területére kiterjed majd.